Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. A második kérdés, hogyan érzi magát. És a harmadik kérdés, hogy mit fog tenni. Ez egy általános jóslás, de én biztos vagyok abban, hogy nincsenek véletlenek. Az sem véletlen, hogy te éppen most ezt a felvételt megtekinted, tehát valamit közöl veled ez a jóslás. De megvan arra is a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást álnéven. Erről készítek egy videót, megkapod a linket e-mailen keresztül. A díjam az 4000 forint, indiai asztrológiával együtt 10.000 forint. És most megtekintjük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata. Itt látható egy találkozás. Ez a férfi látni akar téged. Akkor is, ha ez még egy olyan átmeneti időszak köztetek, erre utal itt a háttérben ez a hír, de mégis lesz itt közeledés, és a lilium azt jelenti, ő szeretne veled tisztázni valamit. Amit a lilium még jelent, szép gondolatok, hiszen érezhető itt a tisztaság. És itt lesz közeledés, beszélgetés, amit még a lilium jelenthet, az a testi kapcsolat. Lehet, hogy ezt súgja itt a füledbe, hogy szeretné ezt átélni veled. A második kérdés, hogy milyenek az érzelmei. Itt megjelensz az ő érzelmi világába, előtted ott van a tükör, jelenti a szépségedet, de azt is, hogy nézz bele ebbe a tükörbe, vagy azt is jelentheti, hogy ő figyelget téged. És ez a gyermek jelentheti a gyermekeket is, például egy család alapítást, vagy amit a gyermek még jelenthet, a te ártatlanságot, ugyanúgy, mint a lilium erre is utalhat, vagy itt lesz egy új kezdet. Ha beletekintesz a tükörbe, hogy ő néz téged, akkor itt látható közted és a gyermek között az a kapcsolat, hogy van itt egy anyai érzelem, tehát itt gyermekekről van szó, vagy megvan a fiatalos kisugárzás. Hogyan közeledik hozzád? Itt látható még ez az arany kalitka. Ez lehet a te helyzeted, lehet az ő helyzete is. Amikor úgy érzitek, benne vagytok ebben a kalitkában, ha valaki kívülről úgy figyel benneteket, akkor azt mondanák mások, hogy jó környezetben vagy, jó létben élsz, minden rendben van körülötted, de mégis érezhető itt ez a szűkös helyzet, hiszen nem vagy szabad, és szeretnél kirepülni ebből a kalitkából. Kell a szabadság érzete. Ez lehet, hogy ez a te helyzeted, de az is lehet, hogy ő érzi így magát. És itt az utak jelentik a változásokat. Itt lesz egy új irány. Itt kiléptek ebből a kalitkából, ebből a helyzetből, és a gyermek jelent már egy új kezdetet. Mi az, ami összefűz benneteket? Itt
Itt látható, hogy találkoztok másokkal, itt vannak baráti kapcsolatok. Ő fölvállal téged, és bemutat téged a barátainak. Itt ez a kép jelenti a játszadozást is, hiszen játszanak egymással, hogy ne játszd el ezt a helyzetet, kell a könnyűség. A gyermek is utalhat arra, hogy legyen meg ez a fiatalos kisugárzás, ez az új irány, ez a játszadozás, ez a könnyűség, mert akkor sokkal jobban fognak alakulni a dolgok. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!